Esélyegyenlőség, egyenjogúság, ez a finn oktatási rendszer alapja, derül ki a Partizán videójából. Ezért az állam finanszírozza, de a helyi sajátosságok jobb ismerete miatt az önkormányzatokra bízza az oktatás megszervezését. Az országban alig vannak magániskolák, a gazdagok is ugyanoda járatják a gyerekeiket, ahová a kevésbé tehetősek. Egészen egyszerűen azért, mert az állami fenntartású iskolák jók. A finnek azt mondják, azért is figyelnek ennyire az egyenjogúságra és az esélyegyenlőségre, hogy ne a szülők anyagi helyzetén múljon a tehetség kibontakozása. Finnországban alapvető jog a sztrájkolás a tanároknak is, tavaly éltek is a lehetőséggel. Magasabb fizetést követeltek, amit meg is kaptak. A sztrájk idejére nem volt minimum szolgáltatás, bezárták az iskolákat. Gulyás Márton interjút készített Sigrid Andersson finn oktatási miniszterrel, aki azt mondta, Finnország nagyon szegény volt néhány évtizeddel ezelőtt, és mivel a fán kívül nincsenek erőforrásaik, az emberi erőforrásba fektettek. A miniszter hozzátette, az oktatási rendszernek köszönhető, hogy Finnország ma ott tart, ahol Európa és a világ egyik legélhetőbb, legtehetősebb állama. Kiváló riport volt egyébként, és azt hiszem, hogy nem is az a probléma, hogy messze vagyunk ettől, hanem hogy távolodni látszunk ettől az egész helyzettől. Ugyanakkor nekem az jutott eszembe róla, hogy a hasonló változtatások bevezetésének azért vannak társadalmi feltételei is, és hogyha máról holnapra, vagy holnapról, de máról holnapra, igen, bevezetnénk ezt egy ilyen rendszert, ahol nincsen osztályzás, vagy nagyon kevés, nincsen házi feladat, nincsen dolgozat, teljesítménykényszer, akkor lehet, hogy egyrészt csak növelni azok számát, akik egy picit leszakadnak és megúsznák az iskolát, de ami még érdekesebb, és talán még fontosabb, hogy növelni a tudásbeli különbségeket, és hiszen másik csoportban ott vannak a jó tanulók, és mögöttük van egy szerintem nagyon fontos csoport, a versenyistálokban gondolkodó szülők, akik szerintem nem bírnák ki ezt a gyengébb tanulókkal integrált rendszert, mert amennyire én látom, itthon nagyon-nagyon létezik ez a versenyistállóság, és nagyon sokan egyetértenek vele, imádják a szülők, imádják a tanárok, teher alatt nő a gyerek, legyen szó házi feladatról, dolgozatok számáról, és nagyon nagy büszkeség ezt mondani egy iskoláról, hogy mi kemények vagyunk, hogy legalábbis sokat elvárunk. Én nekem az a tapasztalatom, hogy pozitív megerősítések mellett azért egy egészségesebb fejlődés érhető el, ami mondjuk hosszú távon is motivál, de mindegy. A lényeg az, hogy az előbbieket azért sok iskola mondja el magáról, hogy mi erős gimnázium vagyunk, sok versenyeredménnyel, számos doktorral és tudóssal, de azt kevesen mondják, hogy nálunk újra lehet írni a dolgozatokat, ha nem megy, mert az a lényeg, hogy a tudást mindenki megszerzi. Nálunk nem baj, hogyha nincs nyelvérzéket, megállunk gyerekek, megvárjuk, akik lemaradtak, nincsen este 10-ig házi, úgyhogy én azt gondolom, hogy talán emiatt nem, vagy emiatt is nem lehetnénk mi finnek egyelőre, mert ezeket a kis növényeket mi most úgy fejlesztjük, hogy egy picit a sötétbe rakjuk őket, egy picit besózzuk őket, egy picit összehasonlítjuk másokkal, és ezt a szemléletmódot kellene azt hiszem elengedni ahhoz, hogy az iskola egy kicsit többet adhasson. Mondjuk egyrészt annak az örömét, hogy tanulni 1100 éves korban is lehet, és annak a bizonyosságát, hogy ezt meg is fogom tudni csinálni. És én most ezt nem látom az iskolákon, hogy ennyi önbizalmat adnának, és hát arról nem is beszélő, hogy végső soron a versenyistálóban is ugyanazt az érettségit kapod, mint a szomszéd barátságos iskolában Tibike, csak valahogy egy ilyen multi környezetben. Úgyhogy ezt kellene azt hiszem, hogy nulladik lépésben belátni a változások felé, mert ugye ezek az integrált osztályok nem haladnak ennyire gyorsan. Pont ez a versenyeztetés, amiről beszélsz, pont ez az, ami nyitja az ollót a rossz tanuló és a jó tanuló között, a leszakadó és a versenyző, a versengő, az eminens között. Itt az látszik, ami minden más téren is látszik a magyar társadalomnak a fő defektusa, hogy az egyéni és nem a közösségi szempontok dominálnak. Egyéni szempontok. Tehát versenyeztetés. Az én gyerekem, az én háztartásom, az én jólétem, az én vérvonalam. Nem egy társadalom vagyunk, hanem sok egymással versengő család, sok egymással versengő egzisztencia, sok egymással versengő vérvonal. És ilyen körülmények között nem is tud létrejönni nagy társadalmi, akár szociális, akár kulturális konszenzus. És pont ezek a konszenzusok hiányoznak. Amikor a svéd szociális modellről, vagy a finn oktatási modellről van szó, akkor azt látjuk, hogy hogyan működik jól egy szociális piacgazdaság. Ez a fogalom, hogy szociális piacgazdaság, ez a rendszerváltás után nagyon sokszor hangzott el. Ez tulajdonképpen a szociálkapitalizmust jelenti, azt a kapitalizmust, ami lefékezi a maga
tőkefelhalmozását, lefékezi az állam erejével és a közjó szempontjai mentén lefékezi a tőkefelhalmozást, a vadkapitalizmusnak a szárba szökését, és mintegy visszafordítja azt, de nem úgy, ahogyan az államszocialista modellek nagy kollektív tulajdonba vétellel, hanem a szociális fékeknek a beépítésével a kapitalizmusba. És ez az oka annak, hogy a nagyon nagy gazdagság, amit a skandináv országok élnek, az nem jár együtt nagy szociális különbségekkel, mint mondjuk Amerikában. Amerikában is hatalmas a gazdagság, de hatalmasak a szociális különbségek. És valahogy a skandinávok, meg úgy Európa államai is nagy részt, kevésbé nyilván, mint a skandináv országok, de a skandináv országok nyilván az élen járnak ebben, de úgy gondolom, hogy az Európai Unió tagállamainak a zöme az már zárkózik e felé, az ezeket a szociális különbségeket folyamatosan nyesegeti le. A nagy közös célokban való gondolkodás, de ennek van két fontos alapja. Az egyik az az, hogy ne akarjuk a kapitalizmust megkerülni. Úgy, ahogyan Pogácsa Zoltán magyarázza lépten nyomon, hogy a svéd szociális modellt kell átvenni. Na, az a helyzet, hogy a svéd szociális modell az akkor működik, ami egyébként az alapja a finn oktatási modellnek, az akkor működik, hogyha van egy jól működő kapitalizmusod. Ha van egy jól működő kapitalizmus, az azáltal megtermelt javakat már lehet szociális alapon jól elosztani. Ez az, amiről a rendszerváltás után olyan sokat beszéltek. Nem elég a szociális igazságosságnak a szándéka, hanem a jól működő kapitalizmus kell. Ezt úgy fogalmazták meg a rendszerváltás után sokáig, éveken keresztül, míg aztán a magyar társadalom nem fordult el viszonyogva ettől a magyarázattól, hogy meg kell sütni a nagyobb tortát, hogy sok szeletet lehessen belőle darabolni és szétosztani. Mindig arról volt szó, hogy osszunk másoknak is, osszunk még többet, még több szocializmust. De egy jól működő kapitalizmus nélkül az a torta, amit szétosztasz, annyira kicsi, hogy gyakorlatilag morzsákat tudsz adni akárkinek is, és Magyarországon az osztogatás mindig megelőzte a kapitalizmust, mindig megelőzte a nagy mértékű társadalmilag megtermelt javaknak a szétosztását. Nem sikerült a nagy tortát megsütni Magyarországon soha, hanem mindig a kicsi tortát darabolgatjuk és ígérgetünk. Valahogy nem jött létre a kapitalizmus soha, hanem mindig a szocializmussal akarjuk kezdeni, és mindig ki akarjuk hagyni, vagy meg akarjuk úszni a jól működő kapitalizmust, a jól működő piacgazdaságot. Márpedig jól működő piacgazdaság nélkül nem lehet egy jóléti államot felépíteni, nem lehet egy szociális piacgazdaságot megalapozni. A másik pedig, ami szintén nagyon fontos, legalább ilyen fontos, és Magyarországon épp így hiányzik, ez a társadalmi konszenzus. Csak akkor lehet közösségi célokra, közösségi elvekre fókuszálni, csak akkor fogja egy társadalom, és annak minden tagja, minden családja, minden egzisztenciája vállalni a nagyobb jó terheit, a nagyobb közösségi jó terheit, a társadalmi közös nagyobb üdv terheit, hogyha létezik egy olyan konszenzus, amelyben a finn az nem a finnek az ellensége. A svéd az nem a svédnek az ellensége. Na, ez az, ami Magyarországon hiányzik. Magyarországon a polgárháború, Magyarországon a, úgy mondom, hogy a turáni átok. Mert ez maga a turáni átok. Az, hogy magyar a magyarnak az ellensége, és magyar a magyarral nem tud megbékélni, történelmileg nem tud megbékélni, ennek a következménye az, hogy én tőlem ne vegyék el adóban azt, amit én megtermeltem, és adják oda azoknak, tudod, a másik magyarnak, azoknak, a gazembereknek, a rohadékoknak, akik annak idején lekísérték a Dunapartra a nagyanyámat, akik annak idején recskre internálták a nagyapámat, stb. Ne, azt majd én megtartom, az maradjon nálam. Ebben a tekintetben nagyon hasonló a helyzet Amerikával,
Amerikában is akkora a társadalmi közgyűlölet, hogy nincs az a nagyobb jó, nincs az a nagyobb közösségi cél, aminek érdekében én szívesen odaadom azt, amit én megtermeltem, hogy osszák szét a nagy közösben, mert az a másik amerikai is amerikai a vérem. Nem érzik a vérüknek, azt érzik, hogy az valaki másnak a vére, az a konföderáció vére, nem az uniói, és viszont... Csak hogy Amerikában van egy nagyon jól működő kapitalizmus, és azon egy alig-alig, nyomokban is alig létező szociális rendszer. Magyarországon egy nagyon rosszul működő kapitalizmus, és egy szintén alig működő szociális rendszer van. Na most ennél fogva a gazdagok itt nem annyira gazdagok, feltéve, hogy nem az államból élnek közvetlenül, de a piacon megtermelt olyan mennyiségű tőke, mint ami Amerikában egyszerűen nincs, és nem létezik az a társadalmi konszenzus, aminek a szellemében valaki, aki megtermelt valamit, amit elrakhatna, szívesen szétosztja a nagyobb jó érdekében, mert nem akarja magániskolába járatni a gyerekét, hanem ő azt szeretné, hogyha az állami iskola olyan színvonalú oktatást adna, mintha egy magániskolába járatna a gyerekét, és megbízik az államban, rámeri bízni az általa megtermelt pénzt az államra, és hisz abban, hogy az állam tisztviselői azt nem ellopják majd, hanem a nagy közös célokra fordítják. Magyarországon ez a bizalom sincs meg, és hát teljes joggal nincs meg, mert eddig bármit bíztak az államra, azt az államtisztviselői ellopták. Ennél fogva Magyarországon a versenynek van kultúrája, és nem a konszenzusnak, nem a közös célok megvalósításának, hanem a versengésnek. És ennek megfelelően az egyéni szempontok, az én gyerekem előmenetele, az ami a fontos. Ha azt jól szolgálja az oktatás, akkor az oktatással semmi baj nincsen. A másik gyerekért semmi felelősséget nem vállalok, az a másiknak a gyereke. Ha az a gyerek az... híd alatt végzi, az a másik embernek a kudarca. Ilyen módon érdemes föltenni a kérdést, hogy van-e olyan, hogy magyarság? Létezik-e olyan, hogy magyarság? Mert hogyha abból mindkét oldal a másik felét kirekeszti, akkor valójában nincsen. Van egyetlen haza, és abban két nemzet. És akkor, ha ez tényleg így van, lehet, hogy egyszerűbb szétválni, mint további 500 éven keresztül gürcölni önmagunkért, és tudomást nem venni arról, hogy a másik is magyar. Emlékszel, hogy kapargattuk, hogy vajon mik azok az entitások, amik egy esernyő alá képesek hozni a magyarokat? Tudod, a Csülkös Pacal, az István a király, a mulatós zene. Foci nem volt közül? Talán, hát a foci az ugye eleve klubokra van válogatva, de az ahhoz való hozzáértés és az azzal kapcsolatos lelkesedés egyébként esetleg igen. Egyébként a bikázás is ilyen. A sportmérkőzések, igen. Micsoda? A bikázás. Hogyha be kell bikázni a kocsidat, akkor segítenek a magyarok. Ja. A szarba vagy, jó, akkor általában segítenek. Jó, de hát az ilyen guggolva Simpson szerelő hozzáértő férfiaskodásra. Ja, hogy van, mert csinálja. Hogy nekem van bikám, vagy mint tudod, bika ilyen kábeled, izé, kábelem. Én azt hiszem, hogy ami ebben az interjúban látható, az ilyen áhított. Nyilván az, hogy a taneszközök, a tankönyvek, a ceruza, ami az iskolai menzán való étkeztetés ingyenes, az, hogy nincsen fizetős büfé, nincsenek édességet osztogató italételautomaták az iskolákban, a tanárokat nagyjából megbecsülik, és a gyerekek kevert osztályokba járnak, nincsenek ilyen elitképző versenyistálók, mi több, azt hiszem, hogy nem teszik közzé a rangsorokat. Én értem, amikor egy-egy szülő azt reméli, hogy a gyereke a legjobb egyetemre fog bejutni, és bizony a hazai gimnáziumokat, szakközépiskolákat azt szerint rendezik sorba, na, ez lett volna, hogy onnan hány százaléka mehetett a gyerekeknek arra az egyetemre, ahová első helyre jelentkezett. Na de már, de hát akkor de itt hát egy egyszerű érettségivel megoldható. Ezeken a listákon 10-20 iskola szokott rajta lenni, amit így még közzé tudnak tenni, az 1300 középiskolából kávé. De valójában a versenyistáló típusú középiskolák nagyon kevesen vannak az átlaghoz képest. De úgy van, ahogy a Robi mondja, hogy mindenki szeretne nem kollektíven, hanem az egyéni haszna szerint a legjobban járni. És azt hiszem, hogy a
90-es évek közepe óta hangoztatjuk, hogy egyébként ez így volna jó, csak nem történt változás, viszont eltelt azóta mondjuk 25 év. És a finneknél is egy szocdemes sugallatra kezdték el ezeket az iskola modelleket létrehozni, és nem is országosan, hanem először egy régióban, a 60-as évek végén, 70-es elején, és azóta eltelt 40 év, és most már azok nyilatkoznak a jobb oldalon is pozitívan erről, akik ebben az iskolarendszerben nőttek fel. Érted? Ezek az emberek 50 évesek, akik a 70-es években általános iskolába jártak. Az a helyes hozzáállás, hogy aki versenyeztetni akarja a kölykét, az írassa magániskolába. Az írassa magániskolába. Ne az, aki rendes oktatást akar biztosítani a gyerekének, nem akarja, hogy a gyerekéből lelki beteget roncsoljanak. Hát csak Robi, akkor meg az lesz, hogy a legjobb egyetemek helyeire azok jelentkezhetnek majd legjobb eséllyel, akiknek ezekbe a magániskolába volt pénze beiratni a gyereket. Itt ugye elhangzik ebben az interjúban egy kérdés, hogy és mit csináljon a gazdag szülő, ha szeretné a gyerekét más, vagy választhat szabadon iskolát, de nincsen alapítványi magániskola. De helyes, vegyék fel a legjobb egyetemekre azokat, akik magániskolába járnak. Hát ők versengenek, ők akarják ezt a versenyt, ők akarnak tovább versenyezni. Az állam ne a gyerekek lelki megnyomorításáért vállaljon felelősséget. Az államnak legyen az a feladat, és az legyen az a fő szempontja, hogy lelkileg egészséges gyerekeket neveljen a jövőnek. Ez legyen az alap. És akkor ezen túl vizsgálja azt az iskola, hogy mennyi tudást tud átadni a gyereknek. Ne tudás alapú legyen, hanem alapvetően a gyerek lelki egészségének a megőrzése legyen a szempont. És ha valaki még több tudást akar a gyereknek a fejébe tölteni, az küldje a gyerekét magániskolába. Meg tudod, a döntő különbség, amit Einstein is mondott, hogy az oktatásnak nem az lenne a célja, hogy a gyerek fejét megtöltse, mint egy edényt, hanem az, hogy a gyerek szellemét meggyújtsa, mint egy mécsest. Ez egy alapvető szemléletbeli különbség. Magyarországon ez az edényfeltöltés zajlik oktatás címén, és a finn oktatási modell meg éppen az ellenkezőjére törekszik. Nem az a cél, hogy minél több információt és adatot sajátítson el a gyerek, hanem hogy a saját szellemét minél jobban kibontakoztassa, és minél inkább megtalálja azt az irányt, ami a saját érdeklődésének megfelel, és abban mélyüljön el, mert abban a tanulás nem kegyetlen kínzó kényszer lesz az ő számára, mint ami az oktatás az esetek többségében, hanem lehetőség. Visszautalva arra, amit Oszi mondtál az előbb, hogyha megütötte a fülemet, hogy azt szerint rangsorolják a középiskolákat, hogy onnan hány gyerek jutott tovább a felsőoktatásba, vagy arra a szakra, hova szeretett volna menni, akkor érdekelt az iskola abban, nem, hogy lájtos érettségie legyen, és egy kicsit egy négyes inkább ötöst kapjon, a hármas inkább négyest kapjon, tehát így lesz egy picit lájtosabb az az iskola, aki versenyistávónak gondolja magát. Ha az alapján, az érettségi alapján veszik fel, nem minden szakhoz írhatod meg az iskoládban azt az emelt szintűt, vagy hát én nem tudom, az én időmben ez máshogy volt. Én bizonyos tárgyakból az egyetemen írtam meg az érettségit, most meg ugye van ez, akkor volt központi meg a vagy hogy volt, hogy volt az egyetemen nem megírható, volt meg volt az iskoládban írható, és akkor lett a később a központi, meg van az, meg most az, egy ideje van ez az emelt szintű. Uh-huh. Az van, igen. Én azt érzem, hogy ezek alapján, amit ebben látni lehetett, hogy a finneknél ezt a versenyt, ezt kitolják a felnőtt korodra. Tehát amikor elhagyod a középiskolát, akkor versenyezhetsz az egyetemi helyért, a munkahelyért és társai, de hogy gyerekeket nem traktálják ezzel agyon, illetve meg is kérdezte a Gulyás Marci ezt a demózó pedagógust, nem a miniszterasszonyt, hanem akivel végigjárja az iskolát, hogy és akkor mit szólnak ehhez, hogy a nagyon jó képességű, tehetséges gyerekeknek a szülei, hogy őket most akkor itt lassítja esetleg valaki. Uh-huh. És azt mondja, hogy de hát a munkahelyen is mindenféle habitusú és képességű emberekkel leszel összezárva, és hát mennyire igaza van. Hát ha már 20-an dolgoztak valahol, akkor nagyon sokan nem a
nem mondjuk, nem a te vibe-odat hozzák, most nem azt jelenti, hogy hülyébbek nálad, vagy bénábbak, vagy lehet, hogy okosabbak, lehet, hogy ügyesebbek, tehetségesebbek. A lényeg az, hogy nem nagyon sikerül egy-két ilyen versenyistáló munkahelyet leszámítva, tudod, mint az Apple-nél és a Google-nél dolgozó mérnökök, programozók, akiket hú de sok közül választanak ki, meg nagyon szerettek volna oda menni. Ott is egy vegyes társaság van, és az, hogy ebben éled le az iskolai idődet, ez az együttműködésre nevel valójában, hogy természetessé váljon az, hogy nem vagyunk tök egyformák, de mégis egy helyen töltjük az időnk nagy részét, és meg kell tanulnunk elviselni a másikat, és kialakítani velük egy normális emberi viszonyt, hogyha ez minél vegyesebb egy ilyen iskolai társaság, szerintem annál kevésbé lesz frusztráló felnőtt korban is együtt dolgozni, együtt közértben sorba állni, együtt a postán sorban állni, egy buszon ücsörögni ezekkel az emberek. Meg más egy kiforrott személyiséget terhelni, mint egy kölyköt. Mert a gyerek vagy fiatalkorú személyisége, karaktere, az még nem kövült úgy meg. Az még lágy, még formálható. Olyan, mint a gyurma, mielőtt kisütöd. Az még deformálható. A szó legrosszabb értelmében. Meg persze jó értelmében is. A Magyarországon inkább a rosszra látunk példákat. Amikor egy ilyen személyiséget terhelsz, az ez alatt a teher alatt meghajlik. És nagyon sok esetben úgy marad. Úgy marad örökre. Teljesen más jelent egy kiforrott személyiséget, egy felnőtt ember terhelni, amelyiknek már tulajdonképpen megkövült a személyisége, megkeményedett, és egy nagyon erős ellenálló képességgel megedzhető. Ott az izmok edződnek. Ellentétben a gyerekkel. Amikor a gyereket terheled, nem az izmait fejleszted vele, hanem a tartószerkezetet hajlítod, vagy hajlítod meg. Egyébként arról nem is beszél, hogy a versenyistáló környezetben soha nincs olyan élményed, vagy nagyon ritkán, hogy elég vagy, hogy jó vagy, hogy ebben aztán igazán klassz vagy, mert ott van még 25 gyerek, aki rohadt ügyes, és tényleg nagyon hozza a biológiát, meg a matekot, és abszolút az átlag szint fölött van. Egy ilyen kis vegyesebb környezetben meg egy picit jobban belövöd magad így a későbbiekre, majd a munkahelyi időszakára. Én világéletemben hülyének éreztem magam, mert sikerült egy ilyen helyen kikötnöm. Én is. De én nem vagyok az a fajta, tehát beirattak a versenyistálóba, de senkinek nem szóltak, hogy én egy póni vagyok. Mm. És tudod, én csak így rugdosnék a levegőbe, és harapnék le lóeréket. Abszolút. Én nem számot kérek, nem számot kérek az oldalamra, hanem ilyen virágos forgót a homlokomra. Én nem az oldalamra kérek számot, hanem a DJ-től szeretnék kérni egy újabb Alma együttes nótát, tehát így a számkérés. Ahogy itt az egyenlőség és ingyenesség keretében végigjárják ezt az iskolát a Partizán riportjában, azért az látszik, hogy akkor viszont van bőven, aki rászorul az ingyenes tanszereszközökre, meg tanszerekre. Nyilván érdekes ez is számunkra, hogy ők magukra is korábbi szegény országként gondolnak. Itt közben nem várom meg az SMS-t, de tudjuk, hogy a finnek nem skandináv nép, de ettől még skandináviaként nézünk fel északra és hasonló. Érdekes egyébként, ők is skandinávokként kezelik magukat. Érdekes módon tudjuk, hogy nem skandináv származásúak, hiszen hát uráli származásúak, hiszen hát finnugrok, mint mi magunk is. Ugyanakkor az figyelemre méltó, hogy a skandináv országok, és csak a skandináv országok azok, amelyek az oldalára fordított latin keresztet alkalmazzák az ászlajukban. Úgy az izlandiak, mint a dánok, mint a norvégok, mint a svédek, és a finnek is, annak ellenére, hogy nem skandinávok, tehát ők vanabi skandinávok, ők skandinávok akarnak lenni. Miért? Mert ennek az alternatívája nagyjából az, hogy a Szovjetunió évszázadonként, vagy az Oroszország, hívjuk akárhogy is, évszázadonként magához csatolja őket, ahogy tette azt például a balti államokkal. Ők a maguk részéről egy identitásválasztást végeztek azzal, hogy a latin keresztet az oldalára fordították, és azt mondták, hogy mi vagyunk a
kék-fehér latin keresztes skandináv ország. Házi feladat a heti önkényes mérvadó Facebook poszt alá, dobáljatok be piros-fehér-zöld színekből készített oldalára fordított latin keresztet. Hogy nézne ki a magyar, vajon piros alapon lenne fehér kontúrral egy zöld kereszt, vagy valami fehér alapon esetleg egy piros kereszt, aminek zöld a bordűrje. Lehet próbálkozni, de nagyon nehéz várom elképzelni, hogy ez lesz az első lépése annak, hogy a magyar oktatás az a finhez elkezdjen hasonlítani egy nap.